A Chromen varjú a használatát szeretném nektek bemutatni az alábbi kis rövid videóban. A varjú ok használatának a lényege az tulajdonképpen a gargalizálási befolyási technika. Én ezt vagy úgy tudom nektek jól prezentálni, hogy egy ilyen mély kutyamorgásszerű hangot kell használni, hogy a kutya is mélyen morog, ez valahogy így néz ki. Ha csak simán belefújtok a síba, akkor ilyen hangja van. Tehát sima belefújás. Hát ez valami beteg része, hangszerűség lehet. Ha itt torokból köszönültök, mint ahogy a szarkasípnál, akkor valahogy így hangzik a síp. Itt már valami károgásszerű hangot lehet hallatni, de egy magas hang. Ugye a dolmás a hangja az, az, egy mélyebb károgó hang és ugye innentől kezdve akkor érkeztünk a, a dolmásfajú hangjához, mert ha ezzel a kutyamorgásszerű hanggal fújsz bele a síba, akkor tulajdonképpen e, hallni lehet majd a dolmásfarjúnak a károgását. Valódi így szól. Jó, a egyes kommunikációs hangok. A tolmás vagy, amikor, amikor jelzi, hogy itt van a területen, megjött, igazándiból uh, uh, Helókolnak hívják ezt, jelzi, hogy, hogy uh, ott van a területen, az két viszonylag, ha ak, uh, nem túl hangos uh, károgás, az valahogy így szól. Amikor uh, nagyobb távolságból próbálják egymást, uh, úgymond uh, magokos csalogatni, akkor az úgynevezett uh, uh, come call-t használják, ami, ami messziről két rövid éles károgó hang tulajdonképpen, az valahogy így hallatszik. Jó, ez volt a... a uh, visszahívó hang. A következő a Fighting Call. Ezt a varjak akkor, a akkor használják, amikor vagy egymással csatároznak, csatáznak, vagy pedig valamit űznek. Ez általában ragadozó szokott lenni, kutyától kezdve ez lehet róka, sas, őjv, bagoly félék közül bármelyik bagyot képesek hajkorászni, ha éppen találkoznak velük nappali időszakban. A fighting honok a lényege, hogy míg az alapkárogásnál a hello ugye kiengeded a károgó hangot, addig ennél a hangnál tulajdonképpen le kell fogni a végét, jó? Egy kicsit ilyen csattanós lesz. Figyeljtek az alapkárogást, jó? <coughs> jó, és a fighting call -nál? halljátok ezt a, a ő hangképzést, jó? És most akkor következzen az igazi fighting call. Ezek ilyen erőteljes, rövid, károgó hangok, folyamatos kárgó hangok. Ugye ebben azért már van indulat mindenféleképpen. A vajonok a víz károgása, az tulajdonképpen akkor haladja, ha valami szorongatja a sebzet, fáj neki valami. Az, az ilyen rövid kárgó hangok és egy magas hangoknak az egyvelege. Nem kell túl mélyen károgni, az valahogy így haladszik. Rá is lehet fogni erre a kereszthallójára. Van még egy hang, amit, amit lehet használni. Ezt tulajdonképpen a, a fiatal varjak haladják, amikor már elhagyják, de még a fészek közelében tartózkodnak, és ugye a szülők még etetik a, a kicsiket amikor megjön a felnőtt madár, valamilyen kaját hoz a kicsiknek, a fiókáknak, akkor magához hívja. Ez két nagyon halk, kárgó hang, ez valahogy így hallatszik. Hát ez egy ilyen 30, max. 50 méterre haladszik el, szerintem nem tovább. Viszont a fiatal vagyok azok azonnal megnyifonnak a hang irányába, mert hát ugye megjött a táplálék is, lehet kajálni. Még egy befújási módszert hajmutassak nektek, mert sokaknak ez a mély kutyamorgó hang problémát okoz. Lehet egy olyan hangkép is használni a sípnál, ami a főső meccifogak függet egy ilyen tr, -tr, -tr, -tr

ezzel a hangképési módszerrel is lehet próbálkozni, e, mindenkinek e, egy nagy kalappal kívánok a használatához. Sziasztok!